2012 Bécs. Az osztrák főváros január óta Klimt 150. születésnapját ünnepli. Parádés prezentációk, gyűjteményes tárlatok, fénylő estek és aranyló képek mindenütt. Bécs. Varázslat és misztikum a magyar festőfejedelem ecsetvonásaiban. A Munkácsy trilógia első külhoni bemutatkozása a Künstlerhausban. Bécs. A Nyolcak az osztrák főváros talán leghíresebb kiállítóhelyén, a Kunstforum összes termeiben. Az első pécsi, majd budapesti válogatás után a magyar modernisták talán legprogresszívebb 100 képe látható most együtt. A Munkácsynak nagyon jó volt a kritikája. Én szerintem jó lesz a fogadtatása. Tehát azért a bécsiek nagyon finom társaság. Tehát értenek a művészethez, értik a jó művészetet, és nem csak a zenét, hanem minden egyéb mást is. Tényleg egy kifinomult csapat, ha szabad így fogalmazni, tehát szerintem tetszeni fog az itteni közönségnek. 100 évvel ezelőtt a budapesti művészek nem Bécs felé orientálódtak. Miként az irodalomban a nyugat nemzedéke, a festők közül a Nyolcak művész csoportjának tagjai is Párizsra vetették vigyázó szemüket. Miközben a bécsi szecesszió bearanyozta önmagát, a pesti műtermekben szokatlan és modern képek születtek. Számunkra is izgalmas látni azt, hogy ebben az időben, 1906 és 1914 között a magyar festők milyen nagyszerűt alkottak. Ausztriában ebben az időben a késői szimbolizmus és Klimt volt a mérvadó. És nagyon érdekes látni, milyen eltérő utat választottak mások a művészek. A Nyolcak az 1900-as évek elején mindössze háromszor állította ki Budapesten. Hírük és képeik azonban hamarosan a nyugati modern műértő közönséghez is eljutottak. Berény Róbert Golgotája például valahol Amerikában tévelygett. A 100 éve csak katalógusból ismert kép 1915 óta nem volt látható Európában. Berény Róbert unokája felfedezte az interneten eladásra kínálva a festményt, és aztán hosszas herce-holca után az FBI-t is bevonva, végül a család visszakapta a képet, ő maga is San Franciscóban lakik, és nagyon nagy lelkűen felajánlotta, hogy erre a kiállításra már kölcsön adja a most frissen megtisztított, szépen restaurált képet, úgyhogy ez első alkalommal 1915 óta most Európában is megint látható ez a festmény. Zóbel Béla Oktogon című képe Németországban bukkant elő. Ez a mester egyetlen alkotása, amely kifejezetten magyar témát ábrázol. A magyar fővárost 1906. március 15-én, bizonyítottan hóesés után. Ugyancsak kuriózuma a tárlatnak Pór Bertalan Hegyi beszéd című monumentális képe, amelyet a 60-as évek óta már csak méretei miatt sem láthatott a nagy közönség. Mostani restaurálásáig a Nemzeti Galéria raktárában porosodott. Budapest egy századfordulós avantgárd főváros volt a művészetnek, amelyről ma nagyon keveset tudnak hazánkon kívül, és így ezzel a kiállítás az első lépés ahhoz, hogy Budapest bekerüljön a nyugati világ azon kánonjába, abba az értékrendszerébe, amelyik végre majd értékén méri az akkori magyar művészetet. Ez a mai, most itt ma nyíló kiállítás ennek az első lépése. A Kunstforum 8 termében bemutatkozó Nyolcak nem csak a bécsieket, hanem más rangos művészeti centrumokat is meghódíthatnak. Jövő tavasszal Párizsban vendégeskedik majd a magyar modernizmus, de tárgyalnak már shanghai és amerikai galériákkal is. A december 2-áig nyitva tartó kiállítás mellett hamarosan egy grafikai anyag is látható lesz Bécsben. Így épül a magyar sztráda a modernizmusba egy évszázaddal később.